Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Lakatos László. Köszöntöm a hallgatókat. Megújult formában és kibővült tartalommal, valamint egy terület és időbeli összehasonlítást lehetővé tevő, lekérdező felülettel jelentkezik a Központi Statisztikai Hivatal Ingatlan Adattár című kiadványa. A hírek szerint az új, egyébként mostantól ingyenes adattár a lehető legrészletesebb területi bontásban mutatja majd be a használt lakások négyzetméterárait. A települési vagy a fővárosban a kerületi átlagárak mellett a városokban utcánként is közli az átlagos árakat és azok relatív szórását. A következő percekben túl azon, hogy megkérdezem a KSH felelős vezetőjét a megújulás részleteiről, beszélünk az elmúlt évtized legizgalmasabb ingatlanpiaci változásairól, illetve bizonyos területek felértékelődéséről, illetve leértékelődéséről is. Kérem, tartsanak velem! Ingatlan üzlet. És a vonalban van Székely Gáborné, a Központi Statisztikai Hivatal lakásstatisztikai osztályának vezetője. Kezét csókolom. Jó napot kívánok! Ugye itt azzal kezdtem a bevezetőt az imént, hogy megújult a KSH ingatlan adattára, és ki is bővült. Ez pontosan mit jelent? Tehát miben kellett megújulniuk, és mi mindennel bővült ez az adattár? A legfontosabb újdonság az az, hogy arra számítunk, hogy most már a legszélesebb közönséghez el fog jutni a kiadvány. Ez korábban egy fizetős terméke volt a KSH-nak. Egyébként nagyon régóta megjelenik, 1997 óta évente megjelenik, és az alapvető tartalma az ugyanaz volt. Bemutattuk az elérhető legnagyobb részletezettségben a lakásárakat. Ennek a kiadványnak az esetében azt jelenti, hogy ahol lehetett, ott utcánkénti átlagárakat mutattunk használt lakásokra, átlag négyzetméter árakat egész pontosan. Ez a dolog tehát nem változott. Ami változott az az, hogy ettől az évtől kezdve ingyenes az adattár. Egy nagyon szép és nagyon jól használható, nagyon felhasználó barát keresőt csináltunk hozzá, és ebben a keresőben a 2015 és 2022 közötti adatok, tehát 8 év adatai már akár egymás mellé téve is megtekinthetők. Ez azért is nagyon izgalmas, mert 2015 óta egy nagyon gyors áremelkedés következett be az országban, és nagyon izgalmas azt látni, hogy ez egyébként utcánként, vagy egy adott városban, akár egy adott községben hogyan zajlott le, milyen árakra változtak a lakáspiaci árak. A korábbi adatokhoz későbbiekben majd hozzá lehet ezt fésülni, vagy úgy látják, hogy ez a 8 éves távlat, ez bőven elég? Nem, igazából mi úgy gondoljuk, hogy minél több az adat, annál jobb, és minél több adat van egységes adatbázisban rendezve, annál jobb. Azt kell elképzelni, hogy az utcanév átkeresztelések, a közigazgatási változások, mindez rengeteg plusz munkát okoz, és az elmúlt 26 évben, amióta ez a kiadvány megjelenik, azóta rengeteget változott az adatkezelés, adattisztításnak a technikája. 2015 óta viszonylag belátható mennyiségű munkával meg lehetett azt oldani, hogy ugyanaz az utca 2015-ben ugyanazon a néven szerepeljen, mint 2022-ben. Ez borzasztó egyszerűnek tűnik, de sok tízezer utca kezelése esetében ez nem olyan kis feladat. Vannak terveink arra, hogy visszamenőleg próbáljunk még haladni az időben visszafele, és még hozni újabb és újabb éveket be ebbe az adatbázisba, de ez, ahogy haladunk hátrafelé, egyre nagyobb munkát jelent. Gondolom azért is, mert hogy korábban CD-n, azt megelőzően pedig nyomtatott formában jelent meg, bár azt gondolom, hogy ezek az adatok azért valahol elektronikusan mind tárolva vannak. Igen, megvannak az adatok, és aki egyébként nagyon elszánt, az az archívumunkban meg fogja találni. Ez is ingyenesen elérhető mostantól kezdve, tehát ugyanazon a felületen, ahol maga az ingatlan adattárnak a lekérdező része elérhető, onnan meg fogják találni az archívumot, és akár az 1997-es adatokat is lehet böngészni. Egyébként, aki ezekbe az adatokba belenéz, az azt is fogja látni, hogy mennyit változott azóta ezeknek az adattáraknak a minősége, hiszen amikor ezt az egészet elkezdtük 1997-ben, még az is előfordult, hogy adott megye nem adott adatot, tehát hogy nagy területi hiányok is előfordulhattak az adattárban. És egyébként honnan származnak az adatok? Tehát ingatlan piaci különböző adatbázisokból, vagy ugye az egyik legnagyobb hirdetőportállal van közös indexük, tehát gondolom, hogy tőlük is származhatna, vagy adóhivatali forrásból származnak? Ez kizárólag hivatalos forrásból származó adatokból épül föl ez a kiadvány.
az illetékeljárás végén jut el a KSH-ba az adat. Ezeket az adatokat a NAV kezeli. Arról van szó tehát, hogy amikor valaki köt egy adásvételi szerződést, akkor elindul egy hivatali eljárás, aminek a célja az illeték kiszabása, és ekközben egészen más célokra lerögzítik adatbázisokba az adatokat. Tehát mi látjuk azt, hogy milyen utca, milyen házszám, mit adtak el, mennyiért adták el, mit gondol erről az adásvételi árról az illetékhivatal, és mindezeket az adatokat úgy tudjuk megkapni, hogy a KSH-nak saját adatgyűjtés már nem kell végezni. Ez egy óriási előny, hiszen egyrészt nem kell zaklatni az adatszolgáltatókat, másrészt pedig a mi munkánk is sokkal könnyebbé válik azáltal, hogy ezek gyakorlatilag készen, statisztikai feldolgozása készen elérhetők. Arról nem is beszélve, hogy ezek hivatalos adatok, tehát effektív a kifizetett összegről szólnak ezek az adatok, tehát jól összehasonlíthatóak olyan szempontból, hogy almát az almával hasonlítunk össze. Ilyen értelemben ez teljesen egységes, ez így igaz. Egyébként valójában az a helyzet, hogy az ingatlan piacról nagyon sokféle adat szólhat, akár például felértékelési adatok, de mondjuk más egy biztosítási érték, más egy jelzáló alapértékelése, és megint más egy kínálati adat. Szerintünk statisztikai szempontból az a legszerencsésebb eset, hogyha minél több fajta adat tud egymás mellé kerülni, és a felhasználók ezt megtanulhatják mérlegelni és célszerűen felhasználni. Na most egyébként minden ilyen adattárnak az a lényege az én olvasatomban, hogy itt ebből távlatosan is lehet mindenféle irányokat meghatározni, illetve össze lehet jól hasonlítani. Mondta, hogy nagyon felhasználó barát ez a jelenlegi digitális adattár. Ez azt is jelenti, hogy akár különböző statisztikákat, tehát összehasonlításokat, százalékos eltéréseket, akár grafikonokat is le lehet hívni az érdeklődők számára, vagy pedig ez csupán az adattár, és ebből a következtetéseket mindenkinek magának a saját módszereivel kell tudni megállapítani. Mind a két megoldás működhet. Az egyik az az, hogy ha az adattárba bemegyünk, és teszem azt, kikeresünk egy utcát, akkor ott rá tudunk kattintani egy kis grafikon ikonra, és akkor kirajzolódik annak az utcának a 8 éves adatsora, úgyhogy ilyen értelemben, aki vizuális típus, az már is jobban meg tudja érteni, hogy mi volt a folyamat, de arra is lehetőség van, hogy ezeket az ábrák mögött álló adatokat letöltsük, és akkor kapunk egy CSV fájlt, gyakorlatilag egy Excelben feldolgozható adatcsomagot, és utána pedig olyan számításokat lehet belőle végezni, amilyet csak akarunk. Úgyhogy mi ilyen szempontból nagyon szeretnénk, hogyha ez hasznosulna a kutatói, elemzői, vagy akár diákoknak évfolyam dolgozatok írása céljára is, hiszen minél többen forgatják, használják, annál többet tanulunk, és annál többet tudunk az ingatlan piacról. Akkor itt mindenféle adatot az oldalon össze tudunk ereszteni, és abból különböző, akár grafikonok tudunk kinyerni? Vagy pedig azért ne gondoljuk ezt túl, itt adatok vannak, és ezt a munkát mindenkinek magának kell elvégezni. Tehát gondolok itt arra, hogy kerületen belül hogy alakulnak az árak, egyes kerületek egymáshoz viszonyítva, milyen dinamikával drágultak, vagy akár stagnáltak az árak, vagy ehhez azért komolyabb, felkészültebb munka kell. Tehát, hogyha össze akarjuk mondjuk, maradjunk a példánál, a kerületek átlagárát hasonlítani, akkor le tudunk kérdezni egy táblát, ezt akár ki is tudjuk menteni, és akkor ebből már további ábrákat tudunk szerkeszteni. Ha egyetlen egy kerületnek akarjuk a több éves adatát megnézni, akkor szintén van rá lehetőség, hogy azt az idősort azt ábrázoljuk egy grafikonon. Tehát mind a két megoldás működik, de azért eléggé kötöttek ezek a formák, tehát nagyon hamar el lehet odáig jutni, hogy az, amit a kiadványtár kínál, vagy az adattár kínál, az már nem elég, és további ötleteink támadnak. Mi próbáltunk egy pár ilyen igénynek elébe menni, és például van egy olyan aloldala ennek az alkalmazásnak, ahol a legeket mutatjuk meg, tehát az adott területnek a szélső értékeit gyűjti ki nekünk. Ezt a munkát például igyekeztünk megspórolni a felhasználóknak, de hogyha jönnek a felhasználói visszajelzések, hogy milyen típusú felhasználás, milyen típusú adat összeállítás az, ami különösen izgatja őket, ami iránt nagy az igény, akkor mi ezt nagyon megköszönjük, hiszen nem fejeztük be ennek a területnek a fejlesztését, és ha látjuk, hogy mire van szükség, akkor azon elgondolkodunk és megpróbáljuk megvalósítani. Hát akkor egy kicsit beszéljünk magukról az adatokról. Egy-két példát meg tud velünk osztani, hogy melyek voltak a legszélsőségesebben dráguló, vagy legkevésbé dráguló kerületek, vagy budapesti utcák akár?
Nagyon érdekes, hogy maga a görbe az nagyon hasonló, éppen csak a függőleges tengelye változik mindig, tehát hogy nagyjából ez a 2,5-szeres árváltozás az nagyon sok területi részletben is visszaköszön. Az is nagyon hasonló, hogyha megnézünk sok ilyen görbét, akkor mindenütt látunk 2020 körül egy kis megtorpanást. Ami nagyon más tud lenni az az, hogy ez mindez milyen árszínvonal mellett zajlott le. És az is magától értetődik, hogyha egy 100 000 forint körüli négyzetméter ár lesz 2,5-szerese, és mondjuk egy 1 millió fölötti négyzetméter ár is 2,5-szeresére nő, akkor a kettő között a távolság viszont jóval nagyobb lesz. Ennek az a tartalma, hogyha valaki egy alacsony árszínvonalú területről akar egy magasabb árszínvonalú területre költözni, akkor az ő általa megfizetendő árkülönbség az nominálisan egyre nagyobb és nagyobb lesz. Annak ellenére, hogy az ő lakása is 2,5-szeresére nőtt az ára, és a megcélzott lakása is körülbelül ugyanolyan arányban nőtt. Tehát miközben az arányok nagyjából kiegyenlítettek voltak, a közben az abszolút távolságok nagyon-nagyon megnőttek a különböző árszínvonalú területek között. Ha az ember Budapestet nézi, van egy olyan érzése, hogy olyan brutális áremelkedés ment végbe Budapesten, hogy már nincsenek olcsó kerületek. Ezt ön is meg tudja erősíteni, vagy azért az, amit most itt az imént elmondott, az azt jelzi, hogy a néhány százezer forinttól a több millió forintig terjednek a négyzetméter árak, attól függően, hogy épp melyik lokációban vannak az adott ingatlanok. Ha megnézzük most Budapest legjeit 2022-ben, akkor azt látjuk, hogy hát a Hős utca az amíg létezni fog, addig ott lesz a lista alján, tehát az ilyen 223 ezer forintos négyzetméter áron keltek el ott lakások. És egyébként meg ne felejts a szavát, azon a környéken is megtörtént ez a 2,5-szeres áremelkedés? Most akkor nézzük meg, hogy ez a budapesti legeknek a legalja 2015-ben hol volt, 60-80 ezer forint körül volt. Egyébként éppen a Hős utca volt akkor is a legrosszabb áru, az 66 ezer forint volt. És akkor ehhez képest a legdrágább környék? A legdrágább utca a 2022-ben a 12. kerületi Költő utca volt, 2,3 millió forintos négyzetméter áron. Volt még egy utca, az 5. kerületi Vécsei utca, ahol 2,3 milliós négyzetméter árat lehetett látni, úgyhogy ez azért nem is volt annyira kuriózum, de az első kerületi Orom utcában is 2 millió 180 ezer forint, tehát nagyon közel. Jócskán meghaladza a 2 milliót. Ilyen árak voltak. Ha megnézzük, hogy 2015-ben mi volt a csúcs, akkor szintén ugyanezek az utcák bukannak föl, tehát például az Orom utcát itt is láttam a 2015-ös listán, ekkor 1,2 millió forint volt. Tehát, hogyha megnézzük a szorzókat, akkor az Orom utca esetében nagyjából kétszeres, kicsit kevesebb, mint kétszeres, míg a Hős utca esetében azért kicsit több, mint háromszoros a változás. Ezzel együtt is azt hiszem, hogy a Hős utca leszakadása az nominálisan nagyon nagy. Tehát szerintem most távolabb van a Hős utca a Orom utcától, mint volt 2015-ben, ha megnézzük, hogy mekkora az árkülönbség egyszer kivonással. Na most az is érdekes lehet, hogy van-e olyan, ha már itt legekről beszéltünk, van-e olyan területe Budapestnek, vagy olyan utcája Budapestnek, aminek jelentőset változott a státusza. Tehát mondjuk valamikor az alsóbb rétegbe tartozott, és akármi miatt, akár mondjuk itt gondolok a pesti belvárosra, vagy a tágabban vett belvárosba, itt a 8. kerületben, ahol ugye nagyon rossz minőségű épületeket elbontottak, ugye ez volt a filmesek kedvenc háborús helyszíne, igen. Egy pár évvel ezelőtt még, mostanra meg hát ott kinőtt egy nagyon tetszetős városrész. Ilyen területekre gondolok, hogy itt mekkora változások voltak, tehát megfigyelhető-e több helyen ilyen státuszváltozás, akár pozitív értelemben, akár negatív értelemben. Igen, és ezzel kapcsolatban el kell mondani még egy fontos dolgot, hogy ez az adattára elvileg a használt lakásoknak a piacát mutatja be. Azért is volt szüksége erre a korlátozásra, mert az új lakáspiac területileg rendkívül koncentrált, tehát nagyon kevés olyan terület van Magyarországon, ahol új lakáspiaci adatokat meg tudtunk volna önmagukban mutatni. Viszont a környék megítélését nagyon jelentősen képesek befolyásolni. Igen, ez így igaz. Egyrészt, másrészt pedig azért ezek nagyon gyorsan megjelennek a használt lakások piacán is, hiszen amint egy második tulajdonoshoz kerül, akkor már ez használt lakásként megjelenik a piacon. Úgyhogy nagyon érdekes, hogyha megnézzük, ugye készült ez a budapesti térképünk, ahol a budapesti utcákat meg lehet nézni, hogyan változnak az árszintek, akkor ott gyakorlatilag elénk ugrik néhány olyan terület, ahol pontosan ez történik,
hogy az újépítésű lakások egyszer csak bekerülnek már a használt lakáspiaci kínálatba, és ettől kezdve megjelennek a mi térképünkön. És például ilyen a Corvin sétány környéke, ami egyszer csak elkezd világítani azon a térképen, érdemes megnézni, vagy mondjuk a Kopaszigát, ami szintén egyszer csak a legdrágább lakások árszínvonalán fölbukkan ezen a térképen. Ez azt hiszem, hogy így vizuálisan is egy nagyon élményszerű dolog ezt végigkövetni, ahogy telnek az évek, és ezek az új fejlesztések így felvillannak a térképünkön. Akkor ezek szerint ez az a két terület, ami a legnagyobbat változott más státuszában, és közelebb került a csúcsokhoz. Van-e fordított irányú változás? Látszik-e ezen a térképen bizonyos lokációk szempontjából? A leszakadást sokkal nehezebb így észrevenni, mert a leszakadás sokszor azzal is együtt jár, hogy megszűnnek ott a tranzakciók. Tehát, hogy gyakorlatilag eltűnik úgy is olyan értelemben is a térképről, hogy már nem tudunk 3-4 olyan eladást találni az adott utcában, amiből tudnánk átlagárat számítani. Ez az egyik dolog, a másik pedig az, hogy mivel ugye a eladásoknak a legalját, azt igazából nagyon nehéz megállapítani, nagyon sokszor például egy romos, valami omladozó dolgot adnak ott el, lakásként ugyan, de annak a sorsa lebontás lesz. Budapesten ez azért nem nagyon jellemző, de vidéken előfordulhat az, hogy akár 10-20 ezer forintos árakat is látunk. Itt nekünk kellett húzni egy technikai határt, és azt mondani, hogy 20 ezer forint alatt mi nem veszünk komolyan egy ilyen adatot, hiszen itt már tényleg olyan szélsőséges helyzetek fordulhatnak elő, amik statisztikailag nem értelmesek, vagy nem informatívak. Úgyhogy, hogy mi történik legalul, azt egy kicsit nehezebb megvizsgálni, hogyha ezeket az adatokat letöltögetnénk, egymás mellé tennénk, akkor azért valószínűleg sikerülne azonosítani olyan utcákat, amiknek a státusza romlott az elmúlt években. És egy picit kijebb nézünk Budapestről, vidéken is hasonló tendenciák figyelhetők meg az adattár adatainak összehasonlítása esetén? Igen, tulajdonképpen amikor próbálgattam ezeket a grafikonokat az adattárban, akkor én is meglepődtem rajta, hogy maga ez az általános görbe, ez mennyire hasonlóan rajzolódik ki mindenütt, természetesen más és más árszínvonalak mellett. Ami az elmúlt években a területi arányokban változás volt és észrevehető volt, az két dolog. Egyik a COVID körül az agglomerációnak a felértékelődése, és ezzel együtt a családi házak felértékelődése. A másik pedig a COVID utáni időszak, amikor pedig a Balatonnak a kiemelt települései gyakorlatilag Budapest legdrágább területeinek a szintjére zárkóztak fel. És hát gondolom számos, izgalmas következtetés levonható ebből az adattárból. Már elérhetőek ezek az adatok? Igen. Mindenhonnan? Igen, ez a KSH honlapjáról elérhető. Gyakorlatilag két link, vagy két felület van, az egyik maga az adattár, a másik pedig ez a Budapest térkép, amit említettem. Az adattár felől egyébként más országos térképek, illetve település szintű térképek is elérhetők, tehát érdemes ezen a felületen végig menni, és a különböző lehetőségeit végig próbálgatni. Hát gondolom a szakmabeliek azok már bújják ezt az adattárat, sőt, hát ők gondolom évekkel ezelőtt is a megrendelők között ott voltak. Székely Gáborné, a Központi Statisztikai Hivatal lakásstatisztikai osztályának vezetője. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Tegye máskor is. Nagyon szívesen, viszont hallásra. Ingatlan üzlet.